megyénkben 4 határátkelőn, Barabásnál, Beregsuránynál, Tiszabecsnél és Záhonynál lehet átkelni Ukrajnába. Mivel utóbbi ország nem az Európai Unió tagja, az átlépőknek vámellenőrzésen kell átesniük a határon. A ki- és beutazóknak arra is figyelniük kell, mennyi készpénz van náluk. 10 000 euró vagy a feletti összeg esetén erről ugyanis nyilatkozniuk kell a vámhatóságoknál, más valuta esetén is. Az összeg több tételből is állhat. A 10 000 eurós értékhatárba beleszámítanak a különböző bankjegyek és pénzérmék, a csekkek és utazási csekkek, illetve a kedvezményezet nélküli váltók értéke, és ami újdonság június 3-ától, hogy a legalább 90%-os aranytartalmú aranyérméknek az értéke, illetve a 99,5% aranytartalom fölötti aranyrudak, aranyrögök és aranyszemcséknek is az értéke beleszámít ebbe az értékhatárba. A megyei sajtóreferens arról is beszélt, a készpénznyilatkozathoz több módon is hozzájuthatnak az utazók. El lehet érni online, illetve az Európai Unió határán a ki- és belépés helyszínén is elkérhető a vámügyintézőktől. Annak, aki nem tölti ki ezt a nyilatkozatot, vagy hibásan tölti ki, annak arra kell számítania, hogy a készpénzt visszatartják a hatóságok, illetve bírságot szabhatnak ki. A dokumentumot abban az esetben is ki kell tölteni, ha a pénzt nem személyesen viszik magukkal az unió külső határait átlépők, hanem postai úton vagy futárral továbbítják. Aki bizonytalan, vonatkozik erre a kötelezettség, érdeklődjön a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, illetve saját nemzeti hatóságainál, vagy határátlépéskor a vámtisztviselőnél.